többen kritizálnak amiatt, hogy néha-néha olyan tartalmat gyártok, ami nem feltétlenül tartozik a gyerekekre. Pedig szerintem igenis tartozik. Mert sajnos a világ az nem változik, és a sok szép dolgon túl ott van az a bizonyos rossz is. Amiről nem árt, hogyha beszélünk, akármennyire is mély, és kérdésekkel teli. A videó témáját már elég régóta felszerettem volna dolgozni, de valahogy sosem jutottam el erre a pontra. Magyarországon évente körülbelül olyan 20 ezer gyerek tűnik el. Ez a szám 2013-ban 12 ezer volt. Szóval folyamatosan növekszik évről évre az eltűnt gyerekek száma. Mindig is foglalkoztatott ez a kérdés, és a mai napig foglalkoztat. Épp ezért készül el most ez a videó. Hová tűnnek ezek a gyerekek? Farkas Helga. A lány 1991. júniusában 17 évesen orosházáról indult haza Szegedre a piros mazdájával. Azonban sosem tért haza. Helga kocsiját másnap a Tisza melletti töltésen találták meg. Hánykor? Este hétkor mit csinálsz? Hívsz vagy én hívjalak? Az emberrel a blog többször telefonáltak a szülőknek, akiktől fél millió német márkát követeltek, ami ma már körülbelül olyan 250 millió forint értéknek felel meg. Hallgass. Na! Halló? Szia Helga! Kész, nem, ez magnóment, magnóm ment. A hangját akarom hallani. Még a hangját nem hallom, nem kaptok. A pénz átadására viszont sosem került sor, hiszen meg az ügy sajtóban való megélnése elrettentette az ember rablókat. a az aktív jobban Igen. A család egyik közel ismerősét vádolták meg, aki azóta már szabadlábon van, és külföldön alapított családot. Nyomozók szerint az ügynek köze lehet az olasz maffiához, azonban ezt bizonyítani se cáfolni nem tudják. Az ügy aktája már majdnem 30 éve nyitott, és mindenki csak találgat, hogy hol lehet a rejtélyes körülmények között. Erre volt lány. Ahogy egyre jobban belástam magam a témába, egyre többször ütötte fel a fejem, az a gondolat, hogy mégis mi a szar történik? Steven Steiner. A fiút 7 éves korában elrabolták a családjától, és 7 évig fogságban tartották. Mindez alatt az idő alatt fogvatartója mind szellemileg, és fizikailag is bántalmazta. A férfi azzal etette a kisfiút, hogy a szülei lemondtak róla, ezért a lehető legjobb az, ha vele fog élni élete hátralévő részében. A férfi mindig mozgásban volt az országon belül, gyakran költöztek, annak reményében, hogy így kevesebb esélye bukkannak a nyomára. A férfi további gyerekeket is megpróbált elrabolni, és amikor erre Steven rájött, feladta az apjának hit férfit a rendőrségen. A férfit természetesen ezek után letartóztatták, és hosszú időre rács mögé küldték. Ekkermann Dávid Dávid tíz éve tűnt el a Margit szigeten. A súliból hazatérve Dávid megebédelt, a kutyájának enni adott, majd a számítógép elé ült, majd ezek után elindult Ágihoz, a barátnőihez a Margit szigetre. Hisz Ági másnap Új-Zélandra utazik, ezért el szeretett volna tőle búcsúzni. Dávid a következő üzenetet hagyta az édesanyjának. Szia, barátnőmmel vagyok a Margit szigeten, este jövök, szia pusz. Ez volt az utolsó üzenet, amit Dávid a szüleinek írt. A Margit szigeten a haverjaival is találkozik, majd egyszer csak Dávid lemaradt tőlük a séta közben, ezen túl senki sem hal felőle. Másnap Dávid tárcáját és törött mobiltelefonját is megtalálják. De ezek után is történnek furcsa dolgok. A rendőrség az eltűnés helyszínén lévő kamerák felvételét csak másfél hónap után kéri el, amikor az már rég törlődött a rendszerből. A barátnője a történtek ellenére is elutazik Új-Zélandra, a későbbiekben pedig már nem működik együtt a hatóságokkal. Dávid eltűnése miatt a család egy weboldalt hozott létre, ahol minden aprónak tűnő információ megtalálható az eltűnt fiúról és az aznap estéről a grafikonokkal és ábrákkal illusztrálva. Ha esetleg valakit érdekel, akkor a leírásba csatolom a weboldal linkét. SZODDER testvérek! A szodder szülők kilenc gyermekükkel éltek együtt. Egyik este az öt legfiatalabb gyereket aludni küldték a szülők, a többiek pedig még fent maradhattak. Az érdekes dolog akkor következett be, amikor éjfélkor megszólalt a telefon, amit az édesanyja vett fel. Egy nő szólt a telefonba, aki a család egyik ismeretlen tagját kereste. Az édesanyja szinte biztosra vette, hogy biztosan csak téves számot tárgyáztak, de később kiderült, hogy a telefonban hallott ijesztő gyerek hangok nem voltak véletlenek. A nő annak tudatában visszafeküdt aludni, hogy csupán egy téves hívás ébresztette fel az éjszaka közepén. Fél órával később erős fűszag ébresztette, hisz a ház égni kezdett. A szülők és a négy fennmaradt Tini ki tudott menekülni, de az emeleten alvó öt gyerek már nem. Az apa megpróbált visszamenni értük, de az emeletre vezető lépcső már lángolt, majd a létrával próbálkozott volna, de a létra eltűnt a helyéről. A nyomozásokat követően kiderült, hogy a tüzet szándékosan gyújtották, és annak ellenére, hogy az emeleten rekedt gyerekek maradványait sosem találták meg, a hatóságok halottnak nyilvánították őket. A város határában a mai napig egy hatalmas tábla található, az öt eltűnt gyerek fényképével. Internetes berkekben és fórumokon megy ám az eltűnt gyerekek rejtének a megoldása. E fejtegetések eredményei között találtam a spontán öngyulladást, az ufókat, valamint a dimenzió Még ha ezek az okok helyén valóak is, akkor is kizártnak tartom az ilyen nagymértékű előfordulásukat. Az okokat nem ilyen mélyen, hanem sokkal, de sokkal inkább feljebb kell keresnünk. Azok a gyerekek, akik nem kerülnek elő, valószínűleg a szervkereskedés, emberkereskedelem, pedofilizmus vagy szarizmus áldozatai lesznek. Tóth István Már 15 éve annak, hogy az akkor 19 éves Tóth István egy buliból hazaindulva sosem tért haza szeretett édesanyjához. A fiatal fiú 2004. decemberében barátnőjével és bátyjával szórakozni indult. Megbeszélték, hogy ha valami oknál fogva szétválnak, akkor reggel 6 órakor találkoznak a kocsinál. István barátnője hamarabb távozott a diszkóból, de a két testvér még ott maradt, de az este folyamán különbáltak. Reggel azonban, amikor István bátyja, a megbeszélt találkozó helyre ment a parkolóba, a fiú kocsija már nem volt ott. István kocsiját szeginél a szemköztisában találták meg, a kocsi elején egy kicsit meg volt rongálva, az autókúcs az autóban volt hagyva, az idatai és az anyósülésem voltak, a hátsülésem pedig két pizza volt. A mobiltelefonját pedig a kesztyűtartóban találták meg, kikapcsolva. Mindeközben egy bejelentés érkezett, hogy valakit láttak a tisztába ugrani a baleset helyszínétől 15 kilométerre, a Tokai hídról. A szemtanú a fiú képét látván azonosította, hogy bizony ő volt az, aki a Tiszába ugrott. Azonban többek szerint sok ponton sántít az ügy, és szerintem sem stimmel valami a sztorival. Az édesanyja a mai napig nem adja fel szeretett fia keresését, és reméli, hogy egyszer még ennyi év elteltével is fényderül az igazságra. Több film feldolgozta már a videóm témáját, vagy például a sokok által ismert Errobova című filmet, vagy a Fogságban című filmet. Az utóbbiban például a gyerekek addig nem mertek haza, amíg meg nem fejtettek egy megfejthetetlen útvesztős rejtvényt. Til Tamás Tomika 2000-ben, akkor még csak 11 évesen, biciklivel elindult a Bajai Vadasparkba, hogy megnézzen egy akkor született kis csikót. Azonban a Vadasparkba sosem érkezett meg. Tomika kerékpárját megtalálták, azonban semmi nyomra vezető bizonyítékot nem találtak. A kisfiú törölközője a mai napig úgy lóg a fürdőben, ahogyan ő hagyta, az édesanyja azóta sem mosta ki. A legutolsó hírek szerint a sötét web adatbázisából rendelte meg a kisfiút egy homoszexuális pedofil, akit a megrendelés végrehajtója külföldre szállított. Az ügy azóta is lezáratlan és reményekkel teli. A szülők szerint a kisfiú arcképét a magyar diákigazolvány adatbázisából töltötték le, majd töltötték fel a dark web piacra. Ha valaki esetleg azt hinné, hogy, hogy ez csak mese, hát sajnos nem, mert igen, létezik ilyen a valóságban. Mi, hétköznapi felhasználók, az internet csupán 1%-át érjük el. Az internetnek van egy másik oldala is, amit sötétvebbnek neveznek, ezt teszi ki az adatbázis maradék 99%-át. Ebből kifolyólag döbbehetünk rá, hogy mennyi mindent nem tudunk a világról. Viszont a sötétve bőve beléréséhez alapszintű hackernek kell lennünk, és nem csak mondjuk letölteni a tort. Biomount testvérek. Az eset a 60-as években történt. Három testérpár úgy döntött, hogy elsétálnak az egyik közeli folyóhoz. Azonban ezek után sosem értek haza. A szemtanúk elmondása szerint a gyerekek egy szőke férfival beszélgettek és játszottak. A szülők ezt a tényt teljesen valótlannak vélik, hisz szerintük a gyerekek soha nem álltak volna szóba idegenekkel. Ebből a kifolyólag valószínűleg ismerhették az elrablójukat. A három gyerek sosem került elő. Habár a címben feltett kérdést csak nagy általánosságban tudtam válaszolni, de sajnos ezzel nem csak én vagyok így. A legtöbb, amit tehetünk szerintem, az az, hogy figyelünk egymásra, és nem adunk okot arra, hogy a gyermekünk valamilyen oknál fogva ne térjen haza. Hisz nincs az az egyes, vagy nincs az a diákcsíny, amit egy apa vagy egy anya ne tudna megbocsájtani. Bár a mai szülők egy bizonyos százalékát elnézve nem csodálkozom azon, hogy vannak olyan gyerekek, akik nem akarnak hazamenni, mert amint belépnek az ajtón, egyből azt érzik, hogy az ő életük értelmetlen. Viszont ez a probléma sem egyirányú bizonyos esetekben. Ki kell használnunk minden egyes percet, amit szeretteinkkel tölthetünk, mert nem tudjuk, hogy mikor látjuk őket utoljára. Már bocsánat, hogy ilyen szomorúan zárom ezt a videót, de tényleg ez a valóság, és nem szeretném, hogyha bárki is álomvilágban élne. De attól, míg az élet tele van csodás élményekkel, csak tudnunk kell megélni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, tartsatok meg szokásaitokat, nézzetek továbbra is Paxel videókat, pusztán nektek és sziasztok!